2019 különleges év a Kaposvár környéki evangélikusok életében, hisz szakmailag egyesült a nagymúltú Ecsenyi Evangélikus Egyházközség a kaposvári gyülekezettel. A szakmai együttműködés hátterében a jobb munkaszervezés és a lelkészek tehermentesítésének lehetősége állt. A Kaposvár és környéki evangélikusok lelki gondozását augusztus közepétől három főállású lelkész segíti, akik megosztva végzik az Ecsenyi, Mernyei, Polányi, Somogyszili és Kaposvári szolgálatokat. Az együttműködést a hitoktatás is érinti, és az új lehetőségeknek köszönhetően még jobb minőségben valósulhat meg Kaposváron és környékén a több mint 150 evangélikus tanuló vallásos oktatása és nevelése. Az átszervezés személyi változást is eredményezett. A korábbi ecsenyi lelkész az orosházi gyülekezet másod lelkésze lett, míg az új státuszba Rosta Izabella frissen ordinált lelkésznő került. A fiatal lelkésznő augusztus 15-től kezdte meg szolgálatát a Somogyi megyeszékhelyen. Elhívásáról, kaposvári benyomásairól és terveiről kérdeztük. Ez nyilván egy hosszú folyamatnak a végeredménye, az, hogy én lelkész lettem. Eleve ott kezdődött, hogy lelkészgyerek vagyok, az édesanyám a Bobai gyülekezetnek a lelkésze. Ott nőttem fel, és a gyülekezet úgymond otthonommá vált. Ott éreztem meg azt, hogy jó Isten közelségében lenni, jó a gyülekezet közösségében felnőni, otthon lenni. És aztán azzal folytatódott, hogy a pápai református gimnáziumba mentem tovább tanulni, ott voltam középiskolás. Az ott töltött idő is nagyon meghatározó volt. Az ott szerzett barátaim, tapasztalataim, élményeim is hát arra felé mozdítottak, hogy lelkész legyek. Már gimnazista voltam, vagy talán még nem is, de a gimnázium küszöbén ismerkedtem meg Mátéval, Pongrácz Mátéval, aki akkor gyakorlati éven volt édesanyám mellett Bobán, és az ő hatása is érezhető volt az én indulásomon, vagy hát azóta is érzem, mert hát azóta is úgy emlékszem azokra az időkre, hogy azok jó idők voltak, és jó volt Mátéval, a Máté vezette IFI-be járni, és az nagyon meghatározó volt. Aztán ugyanezen a nyáron, azt hiszem 2008-ban kezdtem el a MEVISZ, Magyarország Evangélikus Ifjúsági Szövetség keretein belül mozgássérülteket táboroztatni, és hát ez azóta fontos része lett az életemnek. Minden nyáron 10 napot együtt töltöttünk, illetve mozgássérült pasiókat is szerveztünk, és igazából ez volt a másik esemény, ami nagyon fontos a számomra azóta is, és hát szívügyemmé is vált ez az egész. A teológia által lehetősége van egy-egy diáknak külföldi ösztöndíjra elmenni. Te voltál-e ösztöndíjon? Igen, voltam ösztöndíjon, ez 2 évvel ezelőtt volt, 2017-ben mentem ki Heidelbergbe, Németországba, és ott 1 évet töltöttem az ottani egyetemen. Ez is egy nagyon meghatározó élmény volt, mint ami tényleg az embernek a formálódását segíti elő. Heidelberg egy gyönyörű város, nagyon jó a hangulata, és az ott szerzett barátaimmal való kapcsolat is nagyon jó volt, és fontossá vált, és hát azért hiányzik ez a város, mert amellett, hogy tényleg jó volt a közösség, amellett a teológia is nagyon érdekes színfoltokat mutatott meg, úgyhogy ez egy más világ, a német egyetemista lét és a német teológia is egy kicsit másfajta perspektívát mutat az embernek. A teológiai tanulmányokat 5 éven keresztül lehet Budapesten folytatni, az utolsó 1 évet pedig gyülekezetben tölthetjük. Te hol töltötted a gyakorlati évedet? Én Kecskeméten töltöttem, Kis János evangélikus lelkész mellett. Hát ez egy nagyon szuper év volt számomra, én mindig nagyon nagy örömmel tekintek erre vissza. Minden szinten nagyon hasznos év volt, nagyon örömteli év volt, mert a mentorommal nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, ami szerintem ebben az évben fontos. Másrészt pedig nagyon jó a gyülekezet, a kecskeméti gyülekezet, ez egy nagyon jó tanuló tér. Abból a szempontból, hogy én voltam már a 11. 6. éves ott, és hozzászoktak ahhoz, hogy rajtuk gyakorolnak a teológus hallgatók,
Úgyhogy szerintem ez nekik nem volt szokatlan, sőt, nagy örömmel fogadtak minden helyzetben, és nem vették észre azt, hogyha hibázok, vagy nem tették legalábbis szóvá, hogyha valami nem úgy sikerült, ahogy azt előre elterveztük, úgyhogy nagyon segítőkész közegben tölthettem ezt az egy évet, és ezért nagyon hálás vagyok. Ahogy említetted az elején, már 2 hete itt vagy Kaposváron, illetve talán már egy kicsivel több. Mik a tapasztalataid, hogy tetszik a város, hogy tetszik a gyülekezet, mik az elképzeléseid itt? Érdekes volt ide csöppenni, úgy így a költözés során inkább ez a kaotikusság érzése fogalmazódott meg bennem az elején. Aztán amikor szépen lassan helyreállt minden, akkor már így elkezdtem észrevenni magát a várost, elkezdtem észrevenni azt, hogy milyen lehetőségeket rejt a város is, és aztán a gyülekezet is, amikor már egy kicsit több alkalmam volt a gyülekezeti tagokkal is találkozni. Nagyon jó élmény volt ez, hiszen a kaposvári gyülekezet is egy szuper gyülekezetnek ígérkezik. Legalábbis amennyit láttam belőlük, úgy érzem, nagyon kedvesek voltak, nagyon segítőkész mindenki, és azt gondolom, hogy jó helyem lesz itt, és merem remélni, hogy ők is továbbra is olyan szeretettel fognak felém fordulni, mint ahogy eddig, és igyekszem én is a lehető legjobban végezni a munkámat itt. Az új lelkész számára a gyülekezet egy új parókiát is kialakított, a tavaly vásárolt zarándokház épületében. A nyáron elkészült munkákat, melyek az épület tetőcseréjét és a közel 50 négyzetméteres lakás felújítását jelentette, a magyar állam, az evangélikus egyház és a kaposvári gyülekezet hívei támogatták. Magyarország kormánya 2019 tavaszán fontos célként, elérendő feladatként határozta meg a szülők hatékonyabb munkába állásának segítését és a minőségi gyermekgondozási feltételek megteremtését. A magyar kormány összefogva a Magyarországi Evangélikus Egyházzal az ország számos településén új családi bölcsödék létrehozásáról állapodott meg. A kaposvári evangélikusok presbiteri határozatban vállalták meglévő infrastruktúrájuk erre a célra való felajánlását és felújítását. A magyar kormány pedig egy pályázat keretében a legmodernebb eszközökkel felszerelt intézmény létrehozását segíti. A Kassa utca és a 48-as ifjúság útja sarkán található épület kiváló adottságainak köszönhetően könnyen elérhető és biztos helyszínt biztosít egy evangélikus családi bölcsöde megvalósításának. A tervekről Pongrácz Máté evangélikus lelkész számol be. Régi vágya a kaposvári evangélikus gyülekezetnek, hogy a hitéleti tevékenység mellett olyan szociális és segítő területeken is tudjunk a híveknek, testvéreinknek lehetőséget nyújtani, amelyek talán olyan területek Kaposváron, ahol szükség van az egyházi segítségre is. Az állam az elmúlt évben felhívta arra figyelmet, hogy szeretne több bölcsődei férőhelyet létrehozni, így a kaposvári evangélikus egyházközséget is megkeresték, hogy segítsünk abban, hogy minél gyorsabban vissza tudjanak menni a munkára vállalkozó szülők a munkavilágába, és olyan környezetet tudjunk teremteni, ahol örömmel és szívesen hagyják a gyermekeiket. Gyülekezetünk az elmúlt évben egy olyan épületet, ingatlant vásárolt, amely több funkciós, és ennek egyik része, hogy egy lelkész lakást alakítottunk ki ebben az ingatlanban, ahol most is egyébként vagyunk. Az ingatlan másik felét szeretnénk egy családi bölcsödének berendezni. Ebben a vágyunkban az állam és az egyházunk is segít. Elsőként 7 gyermeket tudunk ellátni, és terveink között szerepel, hogy tovább bővítsük ezt a családi bölcsödét, amely evangélikus lesz, keresztjén identitású, és amely a 21. századnak megfelelően vadonatúj bútorokkal, új felszerelésekkel lesz ellátva. Bízunk benne, hogy az Isten megsegít minket, és januárban egy gyönyörű új épületben, egy gyönyörű új belső térrel, és sok-sok kisgyermekkel elindulhat a város első evangélikus intézménye, az evangélikus családi bölcsöde.
a 2020. januárjában induló bölcsöde az elkövetkező időszaktól már várja az előzetes jelentkezéseket az intézménybe. Érdeklődni az evangélikus lelkészi hivatalban lehet, valamint a gyülekezet honlapján, amely a kaposvar.lutheram.hu.